Nem lesz semmi baj. Vigyen haza, Zoli. Templomba akarok menni. Nézd én meg. Szegénykém, a mi Gabikán kis pont így nézett ki. Ne félj, Gyógyul, nem lesz semmi. Szép kisfiú. Ne félj, csak ne vigye be! Itt csak meghal! Itt biztos meg fog halni! Ide nem szabad bevinni! Akit ide bevisznek gyereket, az mind meghal! Gyerek neve. Falkó Imre. Hova viszik? Engedik meghalni mind! Ezek itt nem gyógyítanak, csak teszik! Aja! Hova viszik? El kell különíteni. Ez a gyerek diftériás. Magának tilos a belépés, járvány van kész. Várjon, hát hova viszik? Hát nézzek kérem, én nem gondolom ingyen. Ez nem a pénztől függ, mostan kérem. De nekem nem csak pénzem van. Lehet magának bármilyen. Már ne hoztam volna be is. Igen. Ezt a léggömböt kérek. Már is kezicsókolom. 20 fillér. Köszönöm. Minden jó. Meghalt? Balog Magda? Igen, az. Akkor meg. Csókolom, Sanyi bácsi. Csókolom, Sanyi bácsi. Bombacsi, kabátot? Igen, Sanyi bácsi. Oda mész és veszel egy luftballont a gyereknek. Igen. Perci, oda mész a portáshoz és megkérdezem, mi van a gyerekkel. Ha már megtelefonálták a nevét, akkor hullaházba tették. Apa! 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 Mi van itt? Apa! Most tudtam meg, hogy mi történt. Telefonáltak az autójavítóba. Szerencsé, hogy túlóráztam. És ha nem túlórázok, akkor sose tudom meg, hogy mi van a gyerekemmel. Apa, hát csak telefonálni tudtok mi? És nem is te telefonálsz, vagy anya telefonál, hanem csak úgy betelefonáltad ezzel a trógerrel. És ez a tróger csak úgy bemondja nekem a telefonba, hogy jöjjek a kórházba, mert a gyerekem beteg, érted, apa? És kinek mondja? Tudod? A Kollárnak. Tudod? És nem is köszönöm, csak lecsapja a telefont, tudod? Nem kell a pénzed. Veszed fel? Tönkre akarsz tenni? Veszed nem fel? Veszem. Tönkre akarsz tenni? Én is élek, apa. Tudom, hogy felesleges vagyok, meg elvált vagyok, meg minden bajom. Vesz. Megvesz. Jó van. Jó van. Jó van. Semmi baj. Semmi baj. Gyere kicsit be, de semmi baj. Na, menj innen, jó? Ahova akarsz, csak menj innen. Nem keríteni, majd én. Na, menj már. Szép a lakásod? Nagyon. Majd még veszek ám neked bútorokat. Hol van? Bombacsik, elkísérd Marikát a villamoshoz. Na, gyerünk, 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 gyorsan. Apa, hova? Ahova akarsz, csak menj már! Kiírták a gyerek nevét. Választottam egy orvost. Olvasd a nevet? Doktor Szolga János. Oda megyünk a portáshoz. Ha bármi lenne, legyen nálad egy kis pénz. Előbb megtöröd a szemed. Jó.
Sírás, ott van az öreg anyja. Maga velünk jön. Doktor szolgához megyünk. Nem fogja megbánni. Még ezen kívül is van valami magának. Majd meglátja, örülni fog. Sanyi bácsi! Tiszteletem, tiszteletem, főorvos úr. Szervusz, fiam. Doktor úr, vannak itt néhányan, akik szeretnének beszélni önt. Igen? Azt mondják, hogy egy gyerekről lenne szó, de talán nem a diftériás esetek közül. De hát itt ezek honnan ismerők? Talán vidékiek, hárman vagy négyen, nem is tudom. Nem erről volt szó, kérem! Kérem, itt víz itt van! Veszed a kezedet a doktor úrról! Egy beteg gyerekről volna szó. Itt több száz beteg gyerek fekszik. Ez nem olyan, mint a többi, ez az enyém. És nekem ez van. Mi ez? Ez? Ez az, ami ember és ember között különbséget tesz. Arany. Itt van Sanyi bácsi. Lehet még valamit csinálni, doktor úr? Akkor most tovább. Nem hiszem. Ez meghalt. Akkor megölöm, értettem? Felfogta? Maga kereskedő? Aranyom van. Ez a lényeg. Megkapja a visszahozza. Amennyi van, azt mind megkapja. És sok van. Érti? Ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehet-e csinálni valamit. Amíg arany van, mindig lehet! Maga kereskedő. Csak hogy én orvos vagyok, és én tudom, hogy mire van orvosság, és mire nincs. Erre nincs. Ez a halál. Halál. Majd meglátjuk. Hallja! Hallotta maga is? Csend! Csend!